Nem volt egyszerű, és a fejekben azért át kell állni arra, hogy most viszont vannak lehetőségek. Érdekes statisztika egyébként a fiatalok körében az is, hogy főleg a nyugati és a közép-dunántúli régiókban 5 százalék alatti munkanélküliségi adatokat mértek 2021-ben. Gyakorlatilag utoljára 2010-ben, amikor a baloldal volt kormányzáson, ez 30% volt országosan ez a szám, tehát a mi fiatalok most öt. körékben. Ami most 5, így van. Ezt így ez van. is elég komolynak nevezhető. Akkor azt mondod, hogy a számokban történt változás, de még nem értük utol lélekben magunkat, hogy tényleg? Talán igen, tehát a fejekben mindenképpen rendet kell rakni. Egyébként ezzel, ezzel a statisztikával az egész Európai Unióban egyedül a lengyelek tudnak versenyezni, ők sem biztos, hogy megelőznek minket, nagyjából nekik is ez az 5%-os munkanélküliségi adatok vannak. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióba Standi Dávidot, aki munkaerő kölcsönzéssel foglalkozik. Szervusz Dávid. Szervusz Katalin, üdvözlöm a Hit Rádiónak a hallgatóit. Ugye az elmúlt napokban is tanulni lehettünk annak, hogy rendkívül sok elégedetlen fiatal vonult az utcára, és amúgy is vannak olyan hírek, és hát bizonyos sztorik is kerengenek, hogy mennyire nem lehet itt Magyarországon elviselni a nem tudom mit, mert olyan nagyon konkrétumokat nem szoktak mondani, de minden esetre van itt nekünk egy felmérés az Eurostat-tól, aki viszont azt állítja, hogy nagyon jól növekszik, különösen a fiatalok foglalkoztatottsága, és neked ebben különösen hosszú és alapos tapasztalatod van, tehát mit is jelent ez a munkaerőkölcsönzés? Igen, hát a munkaerőkölcsönzés keretében gyakorlatilag e, toborzással és kiszervezett HR e, szolgáltatásokkal foglalkozunk. E, én a Biztos kész cégcsoporton belül tevékenykedem a középmagyarországi vezetőként. E, Mennyi ideje már? Ilyen formában öt éve, azt megelőzően is a piacon dolgoztam egy másik öt évet, úgyhogy lassan tíz éves tapasztalatom van munkaerőkölcsönzésben, illetve szövetkezeti foglalkoztatásban. Van egy iskola szövetkezetünk, ahol gyakorlatilag a, a diákoknak adunk munkát, e, így rálátok nagyjából az Euróztát által e, li számokra, és alá tudom támasztani, hogy hiteles számok jelentek meg, tehát nem annyira vészesek a kilátások a fiatalok <laughs> számára Magyarországon, mint ahogy azt sokan látják vagy mondják. És mennyire tartod megbízhatónak ezt az Euróztátot? Hát nézd, ez egy 70 éves szervezet, aminek az anya szervezete az Európai Bizottság. Ez nem egy Magyarországi jobboldali vagy baloldali szervezet. <laughs> ez nagyon fontos leszögezni. Úgy, hogy, úgy, igen, igen, úgyhogy úgy, hogy én hitelesnek tartom ezt a szervezetet, pláne hogyha abból a szempontból Vizsgáljuk a dolgot, hogy az Európai Unió mostanában, hogy mondjam, a Fideszel nem éppen baráti viszonyt tápol, és mégis a, a, az Euróztát által megjelenített számok abszolút alátámasztják a kormánynak az érdemeit ami most ez, ezen a területen miben áll? Ugye itt 2010 óta, és az tény, hogy azóta van kormányon a Fidesz, tehát addig ment vissza, most nem tudom, hogy hogyan állapították meg ezt az évszámot egyébként, de innen mérik, hogy hogyan is alakult ez a munkaerőhelyzet. Te mit olvasol ki a számokból? sok mindent első körben. Szereted a számokat amúgy? Szeretem a számokat, sőt, én a számok embere vagyok a munkám, és nagyjából abból áll, hogy számokat nézek reggeltől este. És amikor te fiatalon el akartál helyezkedni, mert elég fiatalon helyezkedtél el, akkor neked akkor mennyire volt könnyű csak egy gyors kitérő? Igen. Hát akkoriban nagyon nehéz volt. Akkoriban azért úgy alakultak a dolgok. Diák szövetkezeten keresztül kezdtem el még suli mellett dolgozni. Ez nagyjából 15 évvel ezelőtt volt. Akkoriban úgy nézett ki a munkaerőpiac, hogy ha, ha volt egy szabad pozíció, egy nyitott pozíció, akkor, akkor rengetegen pályáztunk rá és sok nyitott pozíciót kellett megpályáznom ahhoz, hogy el tudjak helyezkedni. Azért ez mai napon egészen máshogy van. Tehát gyakorlatilag bárhol keresnek a diákok, fiatalok, pályakezdők munkát, rengeteg lehetőségük van, tehát válogatni tudnak. Ennek aztán vannak nyilván hátrányai is ennek a válogatásnak, de, de alapvetően ez egy jó dolog szerintem. Hát nyilván, hogyha valahol a munkaerő, piac az tágul, az azt jelenti, hogy a, a munkanélküliség viszont csökken, és az meg vitán felül áll hogy az jó. Ez így van, ez így van. Visszatérve az előző kérdésedre, egyébként 2010 óta a fiatalok foglalkoztatási szintje 12,8 pontja volt Ez egy rendkívüli nagy eredmény. Az uniós átlag egyébként 1,3 pont Nem mondod, hogy tízszerese a magyar? Tízszerese. Tízszerese az eredménye, igen. Tehát akkor eredménye. miért mennek a magyar fiatalok, mondjuk, vagy miért álmodoznak arról, hogy majd külföldre mennek, és ott gyorsan és nagyon jól fizető munkát találnak? Ez, ez, ez azért egy összetettebb kérdés, tehát külföldön sincsen kolpászból a kerítés. Sokszor látjuk és tapasztaljuk, hogy megpróbálják a magyar fiatalok külföldön, aztán hazajönnek, mert lehet, hogy a, a, a bérek magasabbak, viszont itt a reálbért egyrészt nagyon fontos figyelembe venni a reálbér, az, a, az, a, a, az, azt jelenti gyakorlatilag, hogy, hogy a füzetéshez képest az élet fenntartása az, az, az mennyibe kerül számunkra, tehát a kiadások tekintetében vizsgálja a fizetést. És pont reggel néztem egy videót, amiben a New Yorki fiatalok bérét fejtegették, és láttam, hogy az albérletek azok nagyjából 5-8-szoros áron vannak a magyar albérletekhez képest. Tehát lehet, hogy a bérek is magasabbak, viszont a kiadások is hozzá mérten magasabbak. Tehát nem biztos, hogy jó, jó befektetés egy fiatalnak külföldre utazni, hiszen szóval nagyon meg kell fontolni ezt a döntést. Az, hogy egy fiatal, tehát amikor fiatalokról beszélünk, az azt jelenti, hogy valaki leérettségizik, vagy elvégez egy technikumot, vagy egy szakképesítés szerez, vagy egy egyetemet, és utána milyen könnyen talál munkát, vagy ez még ennél is specifikusabb. Igen. Igen, hát alapvetően. El, első körben a diákmunkásokat érinti, tehát uh -huh. 15 és 15 éves kortól lehet diákmunkát válni, aztán iskola a pá... mellett, akkor iskola még. mellett uh -huh. így van, napai tagozatos hallgatói jogviszonya, vagy passzív hallgatói jogviszonya, aztán pedig nyilván a pályakezdőket is érinti, és egyébként ez az Eurostatnak a statisztikája ezt kifejezetten a 15-29 éves korosztálynak a, a munkavállalását mérte. Mondjuk, hogyha ezt a korosztályt nézzük, akkor viszont az a perspektívát is jelenti, hiszen hogyha valaki dobbantani tud valahonnan, mondjuk nem 17 évesen, mondjuk 18 évesen legalább, akkor is van perspektíva, hogy van előbbre. Tehát nem az van, hogy kilép a munkaerőpiacra, és reménye sincs arra, hogy valaha otthona, vagy autója, vagy utazása lesz. Abszolút így van, ahogy mondan. <laughs> Örülök, hogy, mert én ugye itt csak bölcsészként a számokkal egyáltalán nem olyan nagy, bár azt meg tudom állapítani, hogy 12% és az 1% az ugye <laughs> tízszeres viszonyban van egymással, de inkább ez a, a háttér gondolat mögötte, hogy, hogy hogyan is néz ki akkor egy fiatal, hogyha így a jövőbe tekint, ahogy leszokták őket rajzolni, nem ilyen szép, csillogó, jövőbe tekintő szemmel, hogy akkor van hova. Van hova. Most nyilván valóan minden fiatal azért kerget álmokat és illúziókat. Ennek azért van egy egészséges változata. <laughs> Tény, hogy, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben azért nem volt egyszerű, és a fejekben azért át kell állni arra, hogy most viszont vannak lehetőségek. Érdekes statisztika egyébként a fiatalok körében az is, hogy főleg a nyugati és a közép-dunántúli régiókban 5 alatti munkan is, munkanélküliségi adatokat mértek 2021-ben. Gyakorlatilag utoljára 2010-ben, amikor a baloldal volt kormányzáson, ez 30% volt országosan ez a szám, tehát a mi fiatalok most öt. körékben. Ami most 5, így van. Ezt így ez van. is elég komolynak nevezhető. Akkor azt mondod, hogy a számokban történt változás, de még nem értük utol lélekben magunkat, hogy tényleg? Talán igen, tehát a fejekben mindenképpen rendet kell rakni. Egyébként ezzel a statisztikával az egész Európai Unióban egyedül a lengyelek tudnak versenyezni, ők sem biztos, hogy megelőznek minket, nagyjából nekik is ez az 5 os munkanélküliségi adatok vannak náluk. Hát ez még mindig a a kelet-európai régió. Ez most azt jelenti, hogy a nyugaton ennél nagyobb, vagy rosszabb abszolút, arányok vannak? Abszolút, rosszabb arányok vannak, így van. És nem csak a fiatalok körében vagyunk az élmezőnyben egyébként, a munkanélküliségi adatok tekintetében, hanem a, a felnőtt munkavállalók körében is. E, ugyanebben a régióban, amit az előbb említettem, 2,1-2,2 százalékos 2 ,2 szintet ért el a teljes népessége vonatkozóan 2021-ben a, a munka munkanélküliségi ráta, Csak a csehek és csak a lengyelek körében volt ehhez hasonló eredmény. Ez, ez azért nagyon érdekes, mert ugye azóta lezajlott egy migrációs válság is, ahol pontosan az volt a cél, hogy minél kisebb legyen a munkanélküliség. Ez most itt akkor a, a puszta számokat nézve, akkor nem pont így alakult. Nem. Sőt, igazából még egy érdekes számot szeretnék mondani. 2022 nyarán történt meg... Először az, hogy három egybefüggő hónapon keresztül Magyarországon a foglalkoztatottság száma 4,7 millió fölött volt. Soha azelőtt még ilyen számot nem tudtunk produkálni. Tehát abszolút minden irányból a statisztikák azt mutatják, hogy, hogy jó programok indultak az elmúlt időszakban. Mind a munkáltatók nagy könnyítéseket kaptak, mind pedig a fiatalok. Majd erről is tudunk esetleg beszélni. Hajrá, én szívesen hallgatom. Szóval. Hát, <laughs> Amúgy is jobb, hogyha olyanról beszélsz, ami téged is megmozgatott a számok közül. Igen, hát a legnépszerűbb program a munkáltatók körében, amivel a, a fiatalok ö, foglalkoztatására lehetett sarkalni és lehet sarkalni a, a vállalkozásokat. Az a vállalkozások regionális munkaerő támogatása program. Az elmúlt két hónapban ebben a programban 8700 főt vettek föl Magyarországon úgynevezett bérköltség jellegű támogatással, és ami érdekes, hogy ebből 3000 pályakezdő vagy fiatal volt, tehát ebben a 29 éves korosztályig bezárva rólag. Tehát motiválva vannak a vállalatok, a cégek arra, hogy a fiatalokat munkába állítsák. Tehát ez különböző adó és járulék terheket nem kell befizetniük ebben a programban a vállalatoknak, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Másrészt pedig a fiataloknak ugye 25 éves korig, idén év végéig, aztán majd meglátjuk, hogy meddig, de van egy egy nagyon komoly kedvezményük, a személyi jövedelemadó mentességet élveznek, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a, a a bruttó bérükből ö, ö, ugye a közterhek eddig 33,5%-ot tette ki mindenkinek, ennyit tesz neki. E, de ezt, azt... ezt, ezt a számot majd még értelmezhet nekünk például európai viszonylatban, de később is ráér. Igen, igen. A lényeg az, most csak azt tettem volna mondani, hogy személyi jövedelemadó mentesség az azt jelenti, hogy hogy... Ha eddig 33,5 százalékát kellett a bruttó bérüknek befizetni a fiataloknak közteherként, most gyakorlatilag 18,5 százalékra minősült idén, 25 évek alattiak körében ez a befizetendő közteher, mind összesen egy befizetési adó maradt a fiataloknál. Ez a TB gondolom, nem? Igen, igen, igen az a TB járulék. Ami hát érthető, mert ugye biztosításra mindenkinek szüksége ez van, van. független attól, hogy hány éves. A járvány egyébként mennyire játszott ebben közre? Tehát vannak olyan speciális intézkedések, látsz Mert ugye ez a 20-tól 22-ig, ez már ebbe a korszakba esett bele. A járvány alatt én követtem Szijjártó Péter miniszter úrnak a Facebook oldalát, ahol gyakorlatilag folyamatosan e, posztolta azt, hogy melyik vállalatok milyen támogatásokat kapnak, és ezért cserébe ugye neki garantálniuk kellett bizonyos létszám e, foglalkoztatását. E, én a járvány alatt azt tapasztaltam, hogy a, a, a munkaerőhiány nem csökkent, e, a gazdaság e, tudomásom szerint szárnyalt. Tehát alapvetően nem visszaesés volt, átrendeződés az volt, az most is van éppen a háború miatt, de de visszaesés nem. És egyébként majd később esetleg beszéltünk arról, hogy mire vára, várunk, vagy mi várható a 2023-as évben. Előzetesen csak annyit, hogy, hogy, hogy csupa reményteljes dolgokat tudok mondani. És... Hát pedig te munkaerővel foglalkozol, ha neked op benned optimizmus van, akkor az minket is optimizmusra sarkal. Igen, én munkaerővel foglalkozom, és, és gyakorlatilag évek óta nem tudjuk a partnereink munkaerő igényeit kiszolgálni, nem azért, mert, 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 velünk valami komoly probléma lenne, vagy lusták lennénk, és nem dolgoznánk, hanem, hanem azért, mert, mert mert gyakorlatilag több a nyitott pozíció Magyarországon, mint amennyi munkára alkalmas ember van. Igen, ezt mondjuk sok mindent elmond talán a társadalomról, mert valóban vannak ilyen anomáliák, például a legutóbbi időkben egész addig, amíg egy ilyen konjunktúraszerű jelenség volt például az építőiparban, egyre többen azt mondják, hogy például szakembereket nem annyira találnak. Ezt ti is érzékelitek egyébként? Abszolút. Az építőiparban nem is szolgáltatunk munkaerőt pont ezért. Az... <laughs> inkább nem is foglalkoztok az, vele. <laughs> az, a, azzal, nem foglalkozunk, inkább főleg kereskedelmi egységeket, meg gyárakat szolgálunk ki de egyébként nem csak az építőiparra igaz, amit mondasz, hanem a munkaerő hiány gyakorlatilag minden szegmensbe begyűrőzött. És már. ez hogy? Hogy történt? Vagy mi ennek az oka? Vagy ez mit mond a gazdaságról akkor, hogy tud -e így szárnyalni? Nézd, ny nyilván ez azért egy egészen összefüggő, uh -huh. összetett, összetett kérdés, igen, de ott kezdődik az egész, hogy a, a külföldi befektetők, váltok számára egy egy, egy nagyon jó fogadó környezetet biztosított Magyarország az elmúlt mondjuk tíz évben, uh -huh. körülbelül, és írtatlan mennyiségű ö, befektetés érkezett, ö, ö, gyárak épültek gyakorlatilag mindenfelé, ö, és ezek a gyárak munkaerővel, humán munkaerővel tudnak működni. Magyarország népessége azért alapvetően fogyóban, kevesen lettünk ehhez a sok munkához. Ugye itt szokták mondani, hogy hát bezzeg ott, ahol beengedték a bevándorlókat, de mondjuk ez nem igazolja ez a szám, ez megint egy akkor egy összetett kérdés lehet. Ez így van, de, de minden esetre az egy, az, az egy jó irány, hogyha a fiatalokat megpróbáljuk uh -huh. egyébként itthon tartani. Nyilván dolgozni kell a béreken, tehát ez fontos, de ezek a programok, amiket most elindított a kormány az elmúlt időszakban, ezek reménységre adnak okot, tehát a számok azok, azok, azok igazolják ezeket az intézkedéseket, és a fiatalok számára Magyarországon van alternatíva, tehát keresni kell a lehetőségeket, meg kell találni azt a kompatibilis helyet, ahol ők komfortosan érzik magukat, de van lehetőség előrelépni, és van lehetőség, én tudom, hogy ezt akarják hallani, ezért elmondom, van lehetőség jó pénzt keresni Magyarországon a fiatalok számára. Tehát úgy keresni, amivel elégedettek, de azért az is fontos dolog, és látom ezt is, hogy a türelmet is meg kell tanulni a fiataloknak, mert az előző generáció már gondolom meg tudja erősíteni azt, hogy ahhoz, hogy a célunkat elérjük, azért van, hogy azért több lépcső vezet oda. Ugye? Igen, ezt már csak ilyen óvatosan szabad mondani, érdekes egy ilyen felgyorsult világban, pedig hát ezt nem lehet kikerülni a lépcsőfokokat. Hmm. Ugye sehol nem építettek ilyen csúszdát, főleg nem fölfelé. Hát igen, igen de, de ezek a régi szabályok, amiket a, a, a szüleinktől, meg a, a, nálunk idősebb emberektől hallunk, hogy tehát a szorgalom, ezek nem lerágott csontok, hanem, hanem ez, ezek, ezek örök érvényű játékszabályok, és hogyha valaki szorgalmasan és tisztességesen dolgozik Magyarországon, akkor én nagyon-nagyon sok jó példát látok, hogy lehet, lehet jól érvényesülni, és a cégek, motiváltak a fiatalok bevonzására egyébként, mert van egyfajta tudás, főleg elsősorban a technológiai tudásra gondolok, az innovatív ügyekre, amit csak a fiatalok tudnak, és ők hozzák magukkal sokszor nem is egyetemeken, főiskolákon tanult tudásról beszélek, hanem, hanem, hanem akár otthon szerzett, gyakorlatban szerzett tudásról. Például sokáig kerestünk a cégben marketing szakembereket, és igazából rengeteget küzdöttünk ezzel az elmúlt időszakban, hogy ki, ki legyen az, aki a hirdetéseinket menedzselje, külsős partner. És végül fiatalokból álló csapatnál állapot, 21-2 éves srácok, uh -huh. akik, akik nyilván, tehát hogy ezt még nem is tanulták úgy érdemelően. De ötletük az van Csőztül. Elképesztő tudás, elképesztő gyakorlati tudás, mert nyilván Facebookon szocializálódik, ismeri, hazai pálya neki, minden kérdésre tudnak válaszolni. És ezt a fajta Tudást sokszor keresik egyébként a cégek. Az elején is említettél valamit, hogy megvannak annak az előnyei és hátrányai, és azt hiszem eddig még csak az előnyről beszéltünk, hogy túl kínálat van a munkahelyekből munka és munkaerőkből, meg nem annyira. Igen. Ennek... Most egyébként sok hátránnyal nem szeretnék foglalkozni, hanem inkább az előnyökkel, de de akkor egyet mégis mondanék. Amikor túl kínálat van a piacon, akkor a, a, sokszor azt a reakciót tapasztaljuk a fiatalok részéről, hogy hogy nem tudnak és nem akarnak meggyökerezni, uh -huh. hanem hogyha elhelyezkednek egy adott munkahelyen, sokszor az első negatív ingerre vagy tapasztalatra fölállnak, és elszaladnak, és keresnek. Mondd hogy van másik. Így van. De én inkább arra búzditálom a fiatalokat, hogy most nyilván nem egy élhetetlen munkáján nem kell ott maradni, ahol nem jók a körülmények. De, de azért az idősebb generáció... Ezt egészen máshogy csinálta és tőlük, azért sokszor lehet hogy mondjam, ellesni jó, jó dolgokat. Tehát türelmesnek kell lenni, sokszor rugalmasnak kell lenni, sokszor el kell fogadni azt is, hogyha egy új munkakörnyezetben mondjuk egy, egy kolléga beszól valakinek, még azt is el kell viselni. Ez így van, mert elképesztően érdekes jelenségeket tapasztalunk, hogy egy-egy minimális negatív ingere, amit egy idősebb ember fel se vesz, a fiatalok azonnal odébbálnak, uh -huh. és azonnal, azonnal készek és hajlamosak munkahelyet váltani. Csak akkor így gondolom az előrelépés, az előrelépés, az veszélybe kerül, hiszen talán legközelebb is ugyanonnan kezdik, nem? Hát hogy nem, meg amikor egy HRS kolléga megnézi az önéletrajzát egy 25 éves fiatalnak, aki két havonta vált munka, munkát, akkor egy komolyabb pozícióba nem fogják őt felvenni, hanem még csak föl se hívják, nem kap egy automatikus választ, hogy köszönjük szépen, mást választottunk, uh -huh. mert akkor azt üzeni az önéletrajza, hogy ő, ő nem, egy, nem egy stabil eh, ember, hanem tehát hogy ebből kiolvassák nyilván sorok Igen. mögül azt, azt, hogy, hogy hogy nincsen türelme ennek az embernek. Márpedig ugye akkor itt az álmok, amik ugye jogosak, fiatalok részéről, akkor itt nem tudnak megvalósulni, és akkor ennek nem valami természeti csapás az, az oka, hanem egyszerűen nem tudnak helyt állni, tehát hogy egy darab igazi helyt kell állni. Többet ez kéne vinni. Ti, ti ebbe bátorítjátok, vagy ebben van beleszólásotok, vagy hogyha újra meg újra visszajön, hogy na most akkor már nyilván állatok köt ki, nem? hogy Hát jó volt ez a munkahely, de annyira azért nem, és akkor szeretnék egy másikat. Én igazából, tehát ha már álmokról beszéltünk, én nem gondolom, hogy el kell engedni a fiataloknak az álmaikat. Nyilván ö, olyan álmokat kell dédelgetni, amik itt a földi létben megvalósítható álmok első körben, ha munka témáról beszélünk. Ö, segítünk rengeteget egyébként mindenféle módon, tehát sokszor az az érzés, van bennünk, hogy nem is munkaerőszervezéssel foglalkozunk, hanem, hanem pszichológiával, vagy valami más hasonló dologgal, de, de szívesen csináljuk a jó példák miatt egyébként. Meg hogyha esetleg egy-egy sztori rosszul sül el egy-egy munkavállaló életében, az is nagyon tanulságos, és mind a fiatal, mind pedig mi, ezt most úgy mondtam, mintha én valami idős ember lennék. De, hát igen, de nem. <laughs> pedig tehát... hát te csak úgy nagyon fiatalon kezdted, és hogy akkor te, a te magad példája is elég jó példa. Hát én... Vagy te nem így érzed? Most én, én, a először hát, nem, nem, tehát... Én elégedett vagyok. Azzal, Na, de hát amit ez elérkod, meg a dolog. Szerencsére a cégcsoporton belül most már több mint ezer embernek sikerül munkát adnunk, úgyhogy és nagyon szépen dinamikusan növekedünk, és szuper jó csapatunk is van. Nekem van személy szerint egy egy rendkívüli mentorom, aki szerintem az ország egyik legjobb munkaügyi szakembere, uh -huh. úgyhogy én nagyon elégedett vagyok, tehát én Isten áldásának tekintem és tartom a vállalkozásunkat. És, és én meg szerencsésnek érzem magam, tehát így magamról. <laughs> de így könnyű, könnyebb pozícióba vagy bátorítani egy fiatalt, hiszen te is fiatalként kezdted, és mondjuk tényleg csak 15 év telt el, lehet, hogy ez egy 20 évesnek nagyon hosszúnak tűnik, de valójában még mindig fiatal az ember 15 év múltán, és amikor ez 20 jó. évesen Végig jártam egyébként a lépcsőfokokat, tehát diákként úgy kezdtem el 14 éves koromban dolgozni, hogy egy csomagküldő szolgálat raktárában pakoláztam a dobozokat, voltam tesco takarító is, tehát, hogy, hogy, rengeteg lépcső volt az életem, ezek nagyon hasznos, hasznos lépcsőfokok voltak, és ha már itt tartunk, akkor bátorítom a fiatalokat, hogy főleg a főiskolásokat, egyetemistákat, akiknek az óra rendjehez lehet esetleg munkát vállalni, hogy, hogy próbáljanak meg diák munkát vállalni, mert, mert, mert nagyon hasznos a személyiségfejlődésben, egy rendkívül fontos, fontos dolog tud lenni, mert hogyha suli után azonnal hirtelen kilép a munkaerőpiacra mindenféle tapasztalat nélkül egy fiatal, annak viszont komoly ö, nehézségei vannak, és azt látom, hogy, hogy, hogy elképesztő előnybe vannak azok, akik diákmunkát vállaltak, azokhoz képest, akik, akik, az első munkahelyüket kezdik meg az egyetemi főiskolai tanulmányaik után. És akkor még csak nem is anyagiakról beszéltünk. Ez így van. Ez így van. Elsőnek a legfontosabb dolog nyilván a tapasztalatszerzés, főleg, hogyha van esetleg a ősök részéről egyfajta existenciális támogatás, akkor nem az anyagiakat kell a legelső számú célnak kitűzni az elején, hanem az első lépcsőre fel kell lépni, és utána pedig fokozatosan a mindenki a saját ütemében, de de nyilván ott fejlőd, ahol szorgalom van, ott fejlődés is van. Úgyhogy. Ez ez nagyon jól hangzik, és hát a te számból ráadásul Van esetleg még a számok közül valami, amit szeretnél nekünk megmagyarázni, vagy melyik az a gondolat, ami még szerinted kimaradt ezen a téren? Számokkal a hallgatókat már nem, nem terhelném, hanem, hanem igazából érdemes összefoglalni a, a beszélgetésünk első felét annyiban, hogy, hogy tehát rengeteg hírportáról mindenféle hírt olvasunk, és rengeteg inger éri a, a hallgatókat is minden irányból arra vonatkozóan, hogy milyen nagy baj van a munkaerőpiacon. Jelenleg szeretném megerősíteni az Eurostat statisztikáját, és a mi tapasztalatunkat is, mi szerint nem tapasztalunk jelenleg komoly problémát a munkaerőpiacon, átrendeződésekre fogunk számítani, de abszolút reményekkel lehet a jövőbe tekinteni. A legnagyobb problémánk idézőjelbe véve, ez egy kellemes probléma, nincs elég munkavállaló. Tehát ezen dolgozunk, hogy hogy próbáljuk megtalálni a, 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 tehát az igényeket, feltölteni. Ez az ország bármelyik szegmensén igaz, és a piac bármelyik területére igaz ez a gondolat, amit mondtam az előbb. Tehát akkor neked van tapasztalatod esetleg a nagyon nagy, ez csak egy utolsó utáni kérdés, a nagyon-nagyon leszakadó országrészekről is? Abszolút. Tehát a Máté szakán is dolgozunk, és a Borsod megyében levő gyárakat is kiszolgálunk. Az ország minden területére igaz az, hogy jelentős munkaerő hiány van Tehát mindenhol. Magyarországon ma, aki akar, az tud dolgozni. Abszolút, ez nagyon fontos, amit mondasz, mert, mert sokan, akik hőbörögnek, az interneten kommentelnek, problémáznak, azok valójában idevezethető ők valójában nem akarnak dolgozni. És úgy nehéz. És én ráadásul lefotóztam még így menet közben egy másik hirdetést is, amiben, amiben meg azt állította, hogy jöjjenek a nyugdíjasok, mert ha nyugdíj előtt állsz, és biztos munkahelyet keresel, ez a szlogenja a hirdetésnek, és azért is fotóztam le, mert nagyon tetszett. Ugye fiatalokról beszéltünk, de te is említetted, hogy ez az összes korosztályra igaz. Hát, hogy... van, nekünk is van nyugdíjas szövetkezetünk, ahol gyakorlatilag kedvezményes formában tudjuk a nyugdíjas munkavállalóknak hozzá, testhez álló feladatokat, tehát nyilván nem kemény fizikai munkát, hanem, hanem rájuk, szabot, rájuk igen munkát ajánlunk nekik. Én azt hiszem, rengeteg jó hírrel szolgáltál, és jó, hogy ezt a számok alapján tudjuk megtenni. Nagyon köszönöm, Dávid, hogy ránk szántad az idődet. Köszönöm, Katánya, hogy itt lehettem. Standi Dáviddal beszélgettem.